Szerettem azt, hogy létrehozunk valamit, ami értékes. Mindennek az alapja egy hihetetlen elkötelezettség és megszállottság. Amelyikül ez a dolog nem megy. A rendező asszisztens már az előkészítés fázisában, vagy sokszor a végén csatlakozik be. Nagyon nagy alázat és nagyon nagy tolerancia érzékkel. Akiben ez nincs meg, az szerintem nem menjen erre a pályára. Tehát ez tényleg egy olyan, ahol van egy cél, van egy film, amit szolgálunk mindannyian. Három nagy része van a mi munkánknak, az előkészítés, a forgatás és az utómunkából valamennyi. Csomó kérdés felmerül, ezt mind rögzíti a diszpóskönyvben, és felkészül, gyakorlatilag egy bibliát ír a forgatókönyvön kívül ahhoz, hogy ők maguk, tehát az asszisztencia, a gyártás és a részlegek fel tudjanak ebből készülni. A forgatáson az, hogy minden ott legyen, minden rendben legyen, mindenki ott legyen, jó hangulat legyen. Az időembereként azon tudjon dolgozni és hatékonyan segíteni, hogy minél jobban beleférjünk egy napba. Ő az, aki áll a rendező mellett, áll a kamera mellett, mindig tudja, hogy mi következik, fejben van a diszpó, fejben vannak a snittek, és ő diktálja a feladatokat. A jó film és a jó stáb számít mindenre. Minden filmben nagyon sok nehéz pillanat van. Nincs olyan könnyű nap és nincs olyan nehéz nap. Megmenthetetlennek tűnő helyzetek oldódnak meg. Életmentő egy jó rendezőasszisztens. Nem lehet sokat rágódni azon, hogy valami nem úgy sikerült, akkor azt meg kell tudni oldani. Elképesztően fontos szerintem a higgadtság, meg az, hogy legyen egy józan jelenléte, és hogy folyamatosan figyeljen és észrevegye, hogy hol vannak elakadások. Azok a legjobb visszajelzések számomra, amikor mondjuk egy kellékes vagy egy statiszta odajön hozzám és elégedett a munkánkkal, akkor sikerült valami olyat átadni, ami az emberségről és a szakmának a lényegéről szólt.